Nelly Sue Wright rendkívül kritikus időszakon ment keresztül. Eltörte a nyakcsigolyáját és hónapokat töltött ágyhoz kötve. Eközben felfekvések keletkeztek a testén, amelyek nem akartak begyógyulni, míg egy alkalommal a 700-as klubot nézte. 2011. augusztus 31-én a hátsó ajtónál madarakat etettem. Megcsúsztam és leestem a lépcsőn. Rohamentővel szállítottak kórházba. Kómába kerültem, és azt mondták, hogy soha többé nem fogok tudni járni. Többé nem hagyhatom el a kórházat. Lélegeztetőgépen tartottak. A felépülésem során felfekvéses sebek keletkeztek a testemen. A legsúlyosabb a hátamon volt a farcsontnál, illetve a sarkamnál. Szörnyű fájdalmaim voltak. Egy év múlva hagyhattam el a kórházat, és nővérek jártak hozzám hetente háromszor sebkötözésre. Továbbra is nagy fájdalmaim voltak. Elmondhatom, hogy szörnyű állapotban voltam, testileg és lelkileg is egyaránt. Egyik reggel a 700-as klubot néztem, és Pat Robertson imádkozott, hogy a nézők között van egy hölgy, akinek felfekvéses sebei vannak. Valakinek fájdalmas sebei vannak, mert nagyon sokáig kellett feküdnie. Isten most meggyógyítja önt. Felemeltem a kezemet, és dicsértem Istent. Megköszöntem, és elfogadtam a gyógyulást. Aznap is jött az ápolónő, akinek mondtam, hogy meggyógyultam. Képzelje, meggyógyultam. Néhány nappal később mondta, hogy a seben var képződött. Három napra rá pedig mondta, hogy van egy jó és egy rossz híre számomra. Mondtam neki, hogy mondja először a jó hírt. Azt mondta, hogy a var leesett. A rossz hír pedig az, hogy nem kell többet jönnie hozzám. Fantasztikus megtapasztalás volt. Isten minden nap betölti minden szükségünket. Annyira megáldott.